kaptad el! Más le mielőtt meglátnak! Kedves vagy, mit nem mondjak? Visszaszerezzem a labdát? Nem, ma úgysem focizunk. Hát, ez meg mi? Üdvözlünk a Tilli fiúk patinás vívó termében. Mióta vívtok? Pár napja, de már is nyakunkon az iskolai vívóverseny. Lehetnél az edzőpartnerünk. Rém egyszerű. Ide állsz, oda szúrsz. Ez egy tus. Védőfelszerelést nem használtok? Nem a rész, alapellek. Allé! Ennek a nadrágnak annyi. Oda se neki, művész úr. Angát! Ezt mondd édesanyámnak. Allé! Kerektél, drága fiam. Sokáig tartott a zeneóra. Írtó hosszú darabot játszottak velünk. A ruhád is ott szakadt ki? Ajj. Gyorsabban reszeled ennél. Gyerünk, újra! Rudolf, ideje, hogy elbeszélgessünk. Bravo, tovább! Komolyabban kell vennie a hegedülést, ha folytatni szeretné. És mit mondtál neki? Hogy ez tényleg Rudi múlik. Hát meglátjuk. Meg. Teszel ki tányért, kérlek? Persze. Rudi, vacsora! Szivacsokat kérem a falhoz, nyújtókat a szertárba! Szaporán, egy-kettő! Kevesen vagyunk, Rudi, indulj te is! Ne hülyéskedj, rendes karcsán volt még a kezemben. Tanár úr, meg vagyunk! Valóban? Tanár úr, kérem, a fiúk csúfot akarnak űzni belőlem. Ne szerénykedj, Kárpáti. A Tilli fiúk mondják, egészen ügyesen forgatod a kardot. Első körösök, Bosnyákovic Seffer, Zsombori Kárpáti, pástra! Na, kész is! Röhelyesen festek. Itt a lényeg! Zsombori kész! Kárpáti, merre? Gyertek, jön a döntő! És ki játsza? Bosnyákovics és Kárpáti! Most hülyéskedsz? Ez a... Igen! Rudi! Ez a...
Jól tudom, Kárpáti, maga a hegedül is. Igen. Mi az, tánszégyelli? Dóri lányom most váltott szertornáról balettra. Tudja, mit mondtak neki? Hogy nagyon jó, hogy szertornáztam, mert olyan gyakorlatokat tudok egyből megcsinálni, amiket a többiek nem. Vívóedzés kedden és pénteken 3:30. Ügyesen vívtál. Köszönöm!